I'm dreaming, dreaming. Közösen ma egy karitatív jelleggel a Care Bistróval megálmodtunk egy olyan napot, ahol a gyerekeket le tudjuk ültetni, egy meleg étellel meg tudtuk vendégelni, és nem kis dolog, hogy rufi színészek mellett olimpikonjaink és ismert személyekkel karöltve feltállalták az ételeket, és jó szóval ellátták őket. Hát szerintem amennyire a gyerekeknek csillogott a szeme, annyira az enyém is csillogott. Nagyon, nagyon jó érzés. Bárcsak még több gyereknek tudnánk ilyen csillogást okozni. Igazából ez fantasztikus érzés mindig, és számomra ez nagyon megtisztelés felemelő. Ugyanis ők annyira őszinték és tiszták, hogy semmi érdek nincs az ő szeretetükben, vagy esetleg rajongásukban. Igazából tényleg így, hogy a karácsony közeledik, így a gyerekek nagyon nagy szerepet játszanak szerintem mindenki életében. Nekem nem is adakozás elsősorban, hanem egy ilyen szeretetkapás, úgyhogy fantasztikus élmény volt. Nagyon szeretem, hogyha fölkérek egy ilyen rendezvényre, hogy gyerekeknek kell segíteni. Nagyon szeretünk járni egyébként, így a családdal. Feltöltenek energiával, hogy utána egész nap mosolyog az ember. És végre mától mindörökké, minden máshogy lesz talán. Nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Nagyon-nagyon sok boldog karácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni nektek! Nagyon boldog és kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek! Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Boldog karácsonyt kívánok! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt kívánok! Nagyon áldott és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Boldog és békés karácsonyt kívánok mindenkinek! Boldog karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek, a magam és a Care Bistró részéről is! Nagyon boldog, szeretetteljes ünnepeket kívánok! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Ho-ho-ho!